Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai vasárnap Jézus megkérdezi a tanítványokat. Ti is el akartok menni? Ugyanis sokan nagyon keménynek találják az ő szavait. Kérjük Jézustól, hogy mi mindig be tudjuk fogadni, amit ő mondani akar nekünk. Hogy el tudjuk hinni, a feltámadás valósága valóban átalakítja életünket. A Szent Misét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítjük. Tomanek Ferenc káplán atya mutatja be a szent áldozatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, a Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Oh.
Könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Józsué könyvéből. Józsué egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szihemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt. Józsué ekkor így szólt a néphez. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, választotok most, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Mi, én és a házam népe az Úrnak szolgálunk. A nép így felelt. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk. Ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat. Oltalmazott minket az egész úton, amelyen végigjártunk, és az összes nép között, ahol átvonultunk. Mi is az Úrnak akarunk szolgálni. Ő a mi Istenünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Minden időben áldom az Urat,
Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták: kemény beszéd ez, ugyan ki hallgatja? Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodnak miatta, ezért így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Azután így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya meg nem adja neki. Ettől kezdve a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a 12-höz fordult: ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki: Uram, kihez megyünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittük, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus beszédére a tanítványai azt mondták, hogy kemény beszéd ez, ugyan ki hallgatja. Az elmúlt 4 vasárnap során hallottuk azt a beszédet, amely kiverte a biztosítékot sokaknál, akik Jézust hallgatták. Ha visszaemlékszünk, hogy mik is történtek és miket mondott Jézus. Ez az egész beszéd egy csodával kezdődött. Jézus arra bíztatta és bátorította a hallgatóit, tanítványait, hogy merjenek bízni Istenben, merjenek hinni, és ez abban nyilvánuljon meg, hogy azt a keveset, amiük van, azt ajánlják föl Istennek. Volt egyetlen egy fiú, aki a saját uzsonnáját, 5 kenyeret és 2 halat odavitt Jézushoz, és Jézus ebből jól lakatott több mint 5000 embert. Azok, akik ott voltak, viszont nem ezt értették meg, és nem erre vágytak, hanem királlyá akarták tenni Jézust, hiszen milyen jó egy ilyen király, aki táplál minket. Dolgoznunk nem kell, vagy legalábbis nem annyit, nem úgy, és Isten majd gondoskodik rólunk. Ezért mondják többen, hogy Jézusnak ez volt a legrosszabbul sikerült csodája. Ezután Jézus eltávozott tőlük, Kafarnaumba ment, és ott találták meg őt másnap. És elég keserűen azt mondta nekik, hogy nem azért kerestek, mert csodát láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. És arra buzdított, hogy ne olyan eledelért fáradozzunk, amivel ugyan jól lakunk, de csak egy időre, hanem olyanért, amely az örök életet biztosítja nekünk. Ne csak a kényelmünket keressük, Istentől ne csak azt várjuk, hogy jól, könnyen alakuljanak a dolgaink, hanem vágyjunk a vele való életre, az életnek a teljességére.
Majd azt is mondta, hogy aki hisz benne Jézusban, annak örök élete van. Sőt, aki eszi az ő testét és vérét, mert hogy az ő teste és vére valóban étel és valóban ital, amely táplál, annak örök élete van, és ő feltámasztja őt az utolsó napon. Ilyeneket mondott Jézus, és ebből nem engedett. Most azt hallottuk, hogy a tanítványai közül sokan elfordultak tőle, mert hogy ez már sok volt nekik. Jézus pedig nem arra vágyott elsősorban, hogy meghallgassák, hogy kövessék őt, hanem még a 12-nek is, az apostoloknak is, úgymond őket is elég komoly döntés elé állítja. Ti is el akartok menni? Azokat, akik a barátai voltak, és akiket nagyon szeretett, még őket is kész elengedni, hogyha ők nem hajlandók az igazságot elfogadni, és nem hajlandók hinni benne. Az utolsó vacsorán is azt mondja nekik, hogy ti barátaim vagytok, és ennek az alapja az, hogy mindent, amit atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. A barátsága és a szeretete éppen abban nyilvánul meg, hogy a legjobbat és az igazat szeretné nekik adni. Tudja azt is, hogy a hit ajándék. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya meg nem adja nekik. Az, hogy hihetünk, az elsősorban Istennek az ajándéka. Ugyanakkor a mi döntésünk is, hogy elhiszem-e azt, amit Jézus magáról mond, hogy ő az út, az igazság és az élet, hogy ő általa élhetek igazán. Ő az, aki az Atyához vezet minket, aki kitölti és betölti az életünket. Nem csak ezen a földön, hanem az örök életben is. És biztos, hogy nekünk is voltak, vannak, vagy lesznek olyan kérdéseink, amelyek nehézé teszik ezt a hitet. Igen, könnyű megbotránkozni Jézusban. Sokan azt nem tudták elfogadni, hogy hogyan viszonyult a bűnösökhöz, hogy a szombatot miként értelmezte, azt, hogy hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk, hogy hogyan bocsáthat meg bűnöket, vagy, ahogy ő maga mondta, ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. János evangéliumában Jézus megdicsőülése elválaszthatatlan az ő kereszthalálától. A kereszt is megbotránkoztat igen sokat azok közül, akik Jézus tanítványainak vallották vagy vallják magukat. Ez igaz a saját életünkre is. Ha van egy-két olyan dolog, amit nehéz összeegyeztetni Istennek a gondviselésével és a szeretetével, akkor a hitem bizony próbára tétetik. El kell döntenem, hogy annak ellenére, hogy nem mindent értek, vagy nem mindent tudok megmagyarázni, és az, amit tapasztalok, az nehezen összeegyeztethető Istennek a szeretetével, hogy én mégis kitartok-e mellette, hiszek-e benne. Erről hallottunk az olvasmányban is. Józsué választás elé, döntés elé állította a népet. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni. Mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk. Adja meg nekünk az Isten, hogy merjünk hinni, hogy
hitünk Isten ajándékán felül a személyes döntés és elhatározás és hűség következménye is legyen. Hogy Péterrel együtt mi is elmondhassuk, Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy Te vagy az Isten szentje. Ez, hogy hittünk, és tudjuk, hogy Te vagy az Isten szentje, ez nem csak egy filozófiai megfontolásnak az eredménye. Sokat gondolkoztam az életemen, és arra jutottam, hogy Te vagy az, aki boldoggá tehetsz engem. Vagy mégis könnyebb úgy gondolkozni és megmagyarázni a világot, hogyha hiszem, hogy van egy Isten. Ez nem ebből a gondolatból fakad, hanem abból, hogy már jó ideje Jézussal járják együtt az ő útját, látják azt, hogy miket tesz, hogy hogyan él, hogyan fordul oda az emberekhez. Tapasztalat is áll e mögött, a hit mögött. A hitben meg lehet, sőt meg kell gyökerezni. Rendszeres imádsággal, a szentségekhez való járulással és az egyházban való tevékeny élettel. Ha ezek megvannak, akkor megtapasztalhatjuk a kísértések és a botránkozások ellenére is, hogy valóban nála vannak az örök élet igéi, és hogy Jézus szavai lélek és élet. Kívánom mindannyiunknak, hogy egyre inkább megtapasztaljuk és elismerjük hinni ezt. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen egyetemesen a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy mindig álhatatosan ragaszkodjunk a krisztusi tanításhoz. Erősítsd meg, Urunk, Szent Péter utódját, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy tanításodat mindig szilárd hittel hirdessék. Add, hogy a keresztények hite és szeretete mutasson utat a népeknek a te országodba. Tartsd távol egyházattól a botrányokat és a hűtlenség szellemét. Add, hogy a hittől eltávolodott testvéreink visszatérjenek atyai házadba. Engedd, hogy szenvedő és nélkülöző testvéreink Krisztus szavából erőt és vigasztalást merítsenek. Mennyei Atyánk, az örök élet szent igéit fiad által adtad nekünk. Kérünk, hogy az ő tanításában álhatatosan megmaradva eljussunk örök hajlékodba Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Emeljük föl szívünket! Fölemeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Istenünk, szerető jóságod hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen, és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem, hogy szeptember 5-én lesz idei zarándoklatunk a családokért. Szeretettel hívunk mindannyiótokat. A templomi hittanórák rendje a Fali Újságon és a honlapon olvasható. A Veni Sancte Szentmise szeptember 6-án lesz 9 órakor. A templomi hitoktatás szeptember 6-án kezdődik. A közvetlen gyakorlati felkészítés az első áldozásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. Akik szeretnék, hogy gyermekük a Szent Imre templomban legyen első áldozó, azok harmadik osztálytól hozzánk írassák be a gyermeküket templomi hitoktatásra. Bérmálási felkészítés csak a templomi ifjúsági csoportban történik. Az iskolai hittanórák rendjét az iskolákban egyeztetik a hitoktatók. És segítséget kérünk a szentségimádásban hétfőn 16-tól 17 óráig, szerdán 12-től 13-ig, 17-től 18-ig, csütörtökön 9-től 10-ig, 13-tól 14-ig és 16-tól 17 óráig. Köszönjük, hogyha vállaltok egy-egy órát. További szép vasárnapot kívánok mindannyiótoknak. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézus Krisztus feltámadása talán a legnagyobb botrány a világ történelmében. Legyőzte a halált, és örök életet akar adni mindannyiunknak. Tegyünk tanúságot mi is a feltámadás öröméről testvéreinknek. A Szent Misét a kaposvári Szent Imre templomból közvetítettük. Tomanek Ferenc káplánatya mutatta be a szent áldozatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké Amen. Kaposvári kálvária 2015-ben komoly felújításon esett át. Lecserélték a kápolna tetőfedését. Befejezték a kápolna külső homlokzatának festését, és felújították a kápolna előtt álló keresztet és szoborcsoportot. A tetőcsere mellett a teljes ereszt csatornázatot is lecserélték. Az osztópárkány feletti homlokzatfestésre is sor került. A szobrokról levakarták a korábbi festéket, és kipótolták a letört részeket. Kereszten lévő vasalatot belső, rozsdamentes acélsodronyokra cserélték, mert a külső vas megerősítés nem megengedett a műemlékek esetében. Kapja vastagabban. A szilikát festék. Mondhatom, kész vagyok, s tudom bár. A kövek közötti réseket vakolattal töltötték ki. Irgalmas Istenem, téged áldak szüntelen. A továbbiakban még meg kell oldani a kápolna belső felújítását, valamint a külső vízelvezetést,
és az elektromos vezetékek cseréjét is, melyek a gyönyörűen megújult külső ellenére még komoly gondot okozhatnak az épület körül. Irgalmas Istenem, téged áldok szüntelen, meghívtál jó atyám, megváltoztattál. Bensőben szólt szabad, hűséges nagy óram, add, hogy ma megtegyem, Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az idei Szennai Rizska táborból, ahol mintegy 300 gyermek tapasztalhatja meg az összetartozás örömét és békéjét. Reméljük, hogy összeállításunkkal örömet tudunk szerezni önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Dalma, neked mi az, ami legjobban tetszett eddig az idei Rizska táborban? A játékok, meg hogy a csapatvezetők jók, meg a legjobb barátnőmmel egy csapatban tudtam lenni. És melyik játék tetszett? Hát a mostani, a bánás, meg a jónásos. A gyerekektől nagyon sok szeretetet kapunk. Így szokták mondani, hogy milyen jól bánunk a gyerekekkel, oda jönnek megölelni, fogják a kezünket. Ugyanakkor fárasztó is, főleg fejben fárad el az ember, mert hát végig figyelni kell 12 gyerekre, tudni kell, hogy merre vannak. Habár ebben sokat segít ugye a másik csapatvezető társ és a csapattini. Reggel a dicsőítést szeretem még a gyerekekkel. Az nagyon sokat tud adni. Jézus, jöjj a szívembe! Jézus, jöjj a szívembe! Foglald el szívem trónját! Foglald el szívem trónját! Te legyél a király! Te legyél a király, az én királyom. A tábor azért is nagyon jó, mert én kezdő papkoromban is, meg első plébánosi helyemen mindig is azt vallottam, hogy a gyerekeknek egy hét vagy két hét nyári tábor, az többet jelent, mint egész évben a hittanóra. Februárban elkezdtük közösen szervezni ezt az egészet, és nagyon fontos, hogy minden feladatkörnek megvan a felelőse, és így többen csapatmunkában mindenki hozzáteszi a részét, és nagyon jó látni, hogy mindenki belead egy kis puzzle-nyi kis darabkát, és aztán a Szentlélek segítségével ez a táborra összeáll is, és ez így nagyon jó ebbe a csapatba dolgozni. Melyik program tetszett? Mindegyik. Barbie, neked? Hát, hogy sok kalandban lehet részünk. És mi volt a legkalandosabb eddig? Amikor az oroszlán szájába kellett dobni a dobozokat. És nem volt félelmetes az oroszlán? Nem. Amiket a legjobban szeretek, azok a gyerekeknek a lelkesedése egy-egy feladat iránt, hogy minden egyes feladatra ilyen nagyon nagy lelkesedéssel vágnak neki, és akkor most igen, jövünk, megcsináljuk minél jobban. Igaz, hogy vannak azért fegyelmi problémák egyes gyerekekkel, de ők is nevelhetőek és szerethetőek. Rizska kupát meg kell nyerni, dicsőséget hazavinni! Elközi, ha egyetért, és beléd csak hadd nyerni, nincs víz, hogyha mi most nem nyerünk,
jövőre is itt leszünk. A csapattrénernek az a dolga, hogy segítsen a segítőnek igazgatni a gyerekeket a csapatban, összetartsa a csapatot, és hogy mindig ott jön a segítő a csapat vezetőinek a keze alatt, és mindenben tudjon neki segíteni. Nem tudja még, melyik a jobb és a bal keze, de majd megtanítjuk neki azt is. Zsombi, látom, hogy te már nagyon készülsz a délutáni foci döntőre. Mit gondolsz, hogy fogtok szerepelni? Én nagyon jó teljesítményt várok a csapattól. Remélem, ez össze is fog jönni. És milyen poszton szerepelsz a csapatban? Bal szélső. Mitől ment el ennyire a hangod? Elég sokszor előfordult, hogy távol levő gyerekeket kellett hívnom magamhoz a terem másik végéből, és ebből adódóan. Szót fogadnak a gyerekek? Csodálatos, nagyon jó tapasztalataim vannak, fantasztikusak a srácok. Nagyon sokszínűek a játékok, szerintem ez a legfontosabb, hogy akármennyire különbözőek is a gyerekek, a játékokat is ugyanígy megtervezik, hogy minden kisgyerek találjon magának megfelelőt, és ez minden nap váltakozik, és ez nagyon jó. Van egy barátotok a Riska táborban? Igen, a sok. A Brigi, a Mira, a Júli, az Ági, meg a Liza, meg az Anna. Édes Jézus, ide hallgass, éhes vagyok, mint a fartas Anna. Erzsi néni, milyen étvágyúak a gyerekek? A gyerekek nagyon jó étvágyúak, hála Isten, mindig maximálisan, amit megkapnak, meg is el is fogyasszák. Hány segítője van itt a táborban? 8-an vagyunk az első héten, 12-en, a második héten, ezen felül körülbelül 70-en segítenek még a csapatoknál konyhába teríteni mindent. Ez csak szívvel lélekkel lehet csinálni, mert az elheti meleg azért elvitte az erőnket, és a végén is mosolyogni kell. Nagyon-nagyon köszönjük így Konya tündéreknek is. Ülek és utak, hogy szereted a furat, ülek és utak, hogy szereted őt. Endre, a sokadik Riska táborodban mi az, ami változás látsz így az évek folyamán? Nagyon jó, hogy itt a gyerekek sokat növekedtek a szeretetben, a megbocsájtásban, az egymás iránti figyelemben. Ezek szerint 5 nap is lehet arra elég, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a Jóistenhez. Sokszor egy nap is elég rá, ami hozhat valami fordulatot abban, hogy megérzi azt, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, illetve hogy én szeretem Istent. És mi ebben csak segíteni tudunk, hogy ez a pillanat elkövetkezzen, és sokaknál azt látom, hogy ez el is jön. Idén mintegy 300 gyermek tapasztalhatta meg azt az örömet, hogy mit jelent 5 napot Isten közelében eltölteni. Köszönjük a segítőknek és az adományozóknak, hogy ezt lehetővé tették. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szereted az Urat, állj fel és kívánk, hogy szereted őt. Tudni akarom, igen, tudni akarom, hogy szereted, szereted őt. Ülek és jutok, hogy szereted az Urat, ülek és jutok, hogy szereted őt. Tudni akarom, igen, tudni akarom.
hogy szeretem, szeretem őt. Rizska tábor, sziasztok! Ha, lehet nyilatkozni.